és nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Servicenet Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Lipcsei Péter, a Ferencváros egykori válogatott labdarúgója, az U21-es bajnokságot nyert csapat vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek, gratulálok. Köszönöm. Ez az első bajnoki címed, mert már régóta az utánpótlásban dolgozol, azt olyan nagyon az ember nem szokta nyomon követni, hogy utánpótlásban melyik edző hányszor nyer bajnokságot. Jól tudom, ez az első bajnoki címed? Első bajnoki címem, de ez az első év, amikor utánpótlásban dolgoztam, mivel 5 éve abba hagytam a labdarúgást, 5 éve vagyok edző, de az első 3 évem az felnőtt futball volt, mivel MB2-be szerepeltünk, a negyedik évem volt, az 3 év volt az első, ami MB2, a negyedik évem volt az MB3, és most lett az MLS szabályzatai szerint az U21-es bajnokság. És nem megint tesz majd akkor? Most megszűnik az U21-es bajnokság, és jövőre pedig újra MB3-ba indulhatunk. Na, és maradsz ott? Igen. Ezekkel együtt maradsz? Két éves szerződésem van még a klubnál, a nagy része meg fog maradni ebből a játékosokból, igazából a gerinc, de most jelen pillanatban még mennek az egyeztetések az MLS-nél, hogy fognak szerepelni az NB1-es csapatoknak a második csapatai az NB3-ba. Tehát itt arra gondolok, hogy 23 év alattiak játszhatnak, és az információink szerint 3 túlkorossal, de külföldi nem játszhat. Tehát, hogyha az első csapatból visszajönne külföldi, vagy szeretne nálunk játszani, akkor az nem lehet, hanem itt az a lényeg, hogy minél több fiatal szerepeljen az NB3-ba. Fiatalok, ugye ezt már többször szóvá is tették. Tulajdonképpen emlékeztetek arra, hogy korábban mit nyilatkoztál a fiatal játékosokról, ugye akkor kicsit mérges voltál rájuk, jól mondom? Így van, így van. Most, hogy megnyertétek, most egy kicsit azért úgy megváltozott a helyzet. Hát kellett ennek egy drasztikus következménye volt, azért ezt októberben volt ez a nyilatkozatom a Népsportban, és hát igazából ez egy folyamat volt, mert volt egy fegyelmezetlenség a csapaton belül. Az egyik játékosom nem úgy dolgozott és nem úgy csinálta a dolgát, ahogy én szerettem volna. Rögtön őt visszaküldtem az U18-ba. Nyilván akkor itt az egész társaság megszeppent, és tudták, hogyha egy stabil játékost így megmérek, akkor velük mi lesz. Utána volt 3 mérkőzésem, 3 folyamatos mérkőzésem, amit ez az illető nélkül is hoztam. És utána egy picit azért megszeppentek a játékosok. Utána lett egy, ugyebár az is, hogy a Haris Attila és a Popov Patrik profi szerződést kapott decemberben az NB1-es klubtól. És hát ez mind motivációs tényező volt a srácoknak. Ugyebár utána januárban elkezdtünk egy nagyon jó felkészülést, nagyon kemény felkészülés volt. Játszottunk NB3-os felnőtt csapatok ellen, és utána pedig jött az első bajnoki, amikor megvertük a Győrt 4-0-ra, és ez folyamatosan jött az önbizalom a srácoknak, és hála Istennek azért 14 mérkőzésből 11-et be tudtunk húzni. Visszakanyarodva a cikkhez, a októberi cikkhez, akkor olybá tűnt, mintha ugye egy kicsit úgy az egész magyar után pótlásról egyfajta tükröt tártál volna elénk. Ez egyébként úgy mindenhol probléma az edzők számára, hogy utánpótláskorú labdarúgókat nehéz motiválni. Ugyanis azt szokták mondani itt az edzők sorra, hogy ezekből a mostani fiatal labdarúgókból hiányzik a tűz, nem akarnak mindenáron, tehát valami hiányzik belőlük. Hát én azt mondom, hogy inkább fejbe
fejbe dől el sok minden. Tehát itt az agyukkal és a fejükkel óriási nagy probléma van. De akkor nem csak nálad, nem csak a te csapatodnál ja, nem, volt ez, hanem ez... Szerintem ez átlagos, tehát ez bárhol, de én megmondom őszintén, hogy csak az enyémről akarok beszélni. Persze. Mert azokkal vagyok és látom őket, vagy a Fradin belül az U18-as, U17-es korosztályt. Tehát itt igazából azt kellett nagyon sokszor elmondani nekik, hogy nézzék meg, hogy milyen lehetőségek előtt állnak. Tehát most a Ferencváros, lehet látni az első csapatot, hogy szerepel, minden adott a nagyon jó munkára, tehát a körülmények, a Népliget is egy gyönyörű bázis, és hát ezt föl kéne fogni a srácoknak, hogy milyen körülmények között tudnak teljesíteni, és nekik semmi más nem kell igazából tenni, csak az, hogy minden edzésen, vagy minden mérkőzésen 100-150%-ot adni, és én akkor úgy érzem, hogy akkor mindenki egyenesen az egymás szemébe tudunk nézni. Úgy gondolod, hogy ezzel lehet motiválni egy fiatalt, hogy játszhat majd az adott csapat felnőtt együttesébe? Szerintem igen. Hát jelen pillanatban most mi az 21, egy folyosón vagyunk igen, az első csapattal. Igen, igen. Tehát ez egy hermetikusan el van zárva, és itt az én játékosaim látják a mindennapokban a Gerazolit, a Hajnalt, a Gyömbért, tehát olyan játékosokat, akiknek azt mondom, hogy példamutató a hozzáállásuk, mind a pályán kívül is. És én erre azt mondtam nekik, hogy ezektől a srácoktól lehet példát venni, mert például ezek a játékosok, akikről most beszéltem, minden egyes edzés előtt kimennek, 30 perc, 40 perc konditeremben vannak, és saját magukkal foglalkoznak. És ezt én ugyanúgy elmondom az én játékosaimnak, hogy ha te 18 éves vagy, te miért nem tudod ezt megcsinálni? Itt van a konditerem, itt van neked adott minden olyan lehetőség, amivel saját magadat tudjad fejleszteni, vagy a Gerának se lenne szüksége 36 évesen bemenni a konditerembe, mert ugyebár most már tudjuk, hogy mindent elért. Mindjárt 80-szoros válogatott, Angliában 10 évet volt kint, tehát neki se lenne szüksége, de viszont ő ugyebár azért edz, hogy még legalább 2-3 évig egy jó szezont le tudjon húzni a Ferencvárosban. Neked a Ferencváros egyik ikon egy volt játékosának, ugye egy csúcstartó, vagy 648 alkalommal játszottál zöldfehérben. Mennyire kell megmagyaráznod a fiatal játékosoknak, amit te mondasz, az úgy helyes? Vagy mennyire fogadják el tőled az előbb elmondott számok miatt is, azonnal, hogy ez valóban úgy kell csinálni? Hát nagyon sokan elfogadják, és nyilván aki meg nem fogadja el, az meg sajnos magára kell, hogy vessen. Tehát nyilván nekem is voltak pályafutásom alatt nagyon rossz dolgaim, de voltak jók, és ezt próbálom nekik átadni, hogy csak a jót, amit tanultam, azt mindenképp át szeretném adni, és a rosszat pedig azt elhagyni, tehát hogy ők ebbe a hibába ne essenek bele. És hát nyilvánvaló, hogy akik hallgatnak rám, szerintem azoknak ott is lesz a helyük a keretbe, az első csapat keretébe. Tehát tudom mondani itt például a Nagy Ádámot, akik ugyebár most kiutaztak az U20-as világbajnokságra is, és egyik pillanatról a másikra, most a múlt hét szerdán a kupadöntőbe berakta Tomás Dohl. Uh-huh. Tehát nem is volt előtte NB1-es mérkőzés, hanem rögtön a mélyvízbe bedobták. Reggel az Ádámmal találkoztam, mondom, aki mondja az Ádám, azt mondja, hogy Peti bány, nagyon félek. Mondom, Ádám, mitől félsz? Hát mondom, itt egy nagyon nagy lehetőség, bizonyít. Sála Istennek, hogy a gyerek meg is állt a helyét, 3-0-nál lecserélte a Tomás, egy rengeteget jó dolgozó játékos, mind a pályán is, mind a pályán kívül is, és hát remélem, hogy a többieknek ez egy példaérték, hogy látják, hogy neki sikerült, akkor nekem miért nem lehetne. Gondolom, te is előttél azzal, hogy te meg a Újpest meccsen debütáltál andó, ugye? Tehát... Igen, az rég volt. Igen. De neked is megvolt a maga érdekes első meccsed. Igen, az 90-ben volt, amikor feljöttem a Ferencváros, az első mérkőzésem Újpest-Radi, és 5-0-ra tudtunk nyerni Újpesten. 18 éves voltam, most már 25 éve, 90-ben. Ne is számoljunk, jó? Hogy számolsz a Fradinál? Meddig maradsz az utánpótlásnál? Hát, mikor jön el a te időd? Én megmondom őszintén, hogy én nagyon jól érzem magam, tehát jelen pillanatban nagyon jó körülmények között lehet dolgozni, tehát nyugodt adott mindenre a lehetőség és a nyugodt munkára. Nyilván az embernek mindig vannak célja is, ezért szoktam mondani én is a játékosomnak is, hogy állítsatok föl magatok elé mindig egy célt, és nyilván nekem is az a célom, hogy egyszer majd a Ferencváros vezetőedzője szeretnék lenni. Aztán, hogy mikor? Várom a lehetőséget, addig ugyebár megcsináltam a minden licenszet, megvan minden licenszem, úgyhogy dolgozok, nézem az anyagokat, ugyebár mikor itt volt a Ricardo Muniz, akkor kaptunk tőle nagyon sok holland anyagot. Mm-hmm. Most jött a Tomás, akivel egy rendkívül nagyon nagy edzőnek tartom, és egy nagyon jó volt futballistának is, és egy rendkívül jó ember is. Tehát mi együtt dolgozunk most jelen pillanatban egy teambe,
és tőle pedig most kapjuk a német anyagokat. Tehát most mindig tud az ember valamit variálni, és természetesen hozzá szeretném tenni is az enyémet, amit tapasztaltam, vagy amit hoztam a régi edzőimtől. Akkor igaz, amit hallottam, hogy néha, hogy még kettesben is leültök a dollár, és segít. Abszolút, abszolút. De minden nap, ez napi téma, tehát minden nap találkozunk, ugyanúgy, amit hogy a játékosokkal egy folyosón vagyunk, mi egy öltözőbe öltözünk az NB1-es tábban, és mindig bármilyen problémánk van, vagy nekik játékosok kellenek, akkor mindig minden nap találkozunk, és minden nap beszélgetünk. Akkor jön az információ, rakódik, képül minden. Abszolút, akkor. Abszolút, így van. De türelmes vagy. Ja, abszolút. Tehát nem akarok rohanni, tehát én úgy gondolom, tehát egy Soroksár hiába hívna téged. Úgy gondolom. Nem hívott még, mert ezt is hallottam, hogy hívtak, de nem hívott. Jelen pillanatban mondom, jól érzem magam a bőrömbe, szeretek dolgozni, csinálom, foglalkozni a fiatalokkal, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz. De mégis ebből, ha most elmennél, csak rosszabb folyóba lépnél most, nem? Hát most, igen, hát most lehetne mondani. Ahogy most elmondod, ahogy vagytok, együtt vagytok a nagy csapattal, együtt vagy Thomas Dóra, együtt vagytok az öltözőben. Tehát hogy együtt van az egész végül hát is. Most, figyelj, most ilyen pillanatban a Ferencvárosnál minden rendben van. Tehát most azért, hogy én most elmenjek hasonló is valóban NB1-be edzőnek, és azt mondják, hogy NB1-es edző vagyok, és két hónap múlva meg elküldenek, szerintem arra meg nincs semmi szükségem. Én jól érzem magam jelen pillanatban. Nyilván, hogyha lenne egy olyan csapat, mint azt mondanám, hogyha NB2-ből egy olyan főjutó brigád, aki azt mondja, hogy van értelme, hogy fel akarunk jutni NB1-be, és ez egy motivációs tényező nekem, akkor az ember azt mondja, hogy elgondolkodik rajta, és azt mondja, hogy lehet, hogy igen. De én úgy gondolom, hogy most egy NB2 8.-10. helyezett csapathoz most minek menjen. Bocs, erről jut eszembe, mit szólsz Szanyó Karcsi esetéhez? Ja, szegény felhozta, és ugye licensz problémák. Igen, keresik igen. A kiskaput. Igen, licensz problémák. Hát ez mindig kérdés volt a magyar futballban, tehát ez így volt a Palinál is, a Dárdai Palinál is, ugyebár, hogy már szövetségi kapitány volt és nem volt prolicensze, de hát de remélem, volt, de most, a... most már megvan. De... Most már megvan. Igen, most már megvan. Hát a Karcsinak igazából gratulálni tudok. Nem is jár sajnos. És... Igen, hát már most fejeződött be, igen. A Dárdai Paléka fejeződött be most ez a prolicensz. Most én úgy tudom, hogy 2 év kimaradás van, és utána indul a igen, következő. Igen, leghamarabb 90... 2017. környékén. Hát, 15 igen, van, igen. 17 vagy 18, igen, azt igen, mondták. Őszín, igen. Hát megvan az UEFA-nak ennek a hivatalos programja, hogy mikor indíthatja el az MLS ezt a képzést. Hát sajnos a Karcsinak ki kell várni, hát de hát kíváncsi azok, hogy... ki ez neki szegénynek, mert most egy fiatal edzőként, amit ugye felhoztál. Abszolút, így van. Hát kíváncsi leszek, tehát azért gratulálni kell a Karcsinak, azért mert egy nagyon jó szezont futott ezzel a Vasasra, bár egy nagyon jó játékos állománya van. És ezért behúzta az NB2-t és jövőre NB1. Neked nem kell magyarázni, attól vannak jó játékosok, attól még nem fog nyerni a csapat, tehát azt is össze kell rakni. Jó, nyilván, de hát viszont, hogyha meg nincsenek játékosaid, akkor meg csinálsz bármit edzésen. Jó, de az sem egy, és Karfel akartam mondani, hogy nem egyértelmű, hogy jó játékos, akkor jó a csapat is, hogyha tehát oda is kell az edző. Persze, nyilván, tehát nem is akartam elvenni ezt a Karcsitól, tehát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy egy jó edző, hát kíváncsian várom, hogy van Csomi Kék, hogy fogják ezt megoldani, ezt a dolgot. De hát a Tuboly Fricinek van prolicensze, ott van a Vasas utánpótlásnál, hát megkérik meg, Várhidi nevem merült fel ez ügyben, ja, hogy esetleg... Nem tudom, mert ez csak találgatás. Igen, az ő nevét dobták be, aztán hogy ez mennyire igaz, ki tudja. Nem tudjuk. Nagy volt a ünnepség, hogy megnyertétek a bajnokságot? Hát igen, mert 3 fordulóval előtt már megnyertük a végelőtt megnyertük a bajnokságot Győrbe, akkor már 10 ponttal mentünk az Illés Akadémiától, mert igazából a gyerekek ott ünnepeltünk egy picit, tehát még az aranyérmet még nem kaptuk meg, de azt is várjuk nem majd az MLS-től, mert tehát nem adhatták ki addig, még hivatalosan végre nem volt a bajnokságnak. Játékosok lebontva, az mit jelent ez az aranyérem, most bajnokok lettek? Ez azt jelenti, hogy az összes játékosodnak akkor egyenes út, NB1, NB2, tehát jó úton van, vagy van, aki még innen is le fog morzsolódni. Hiába nyert U21-es bajnokságot, lehet, hogy el fog tűnni a sülyeztőben? Hát remélem, hogy nem a sülyeztőben, de van egy szint, amikor azt kell mondani, hogy sajnos már nem tud tovább fejlődni ez a gyerek. Ugyebár itt most nálam, mert jelen pillanatban U21-ben a 94, január 1 utániak játszhattak. Nálam nem volt 94-es egy darab se, 95-ös volt 2 darab, vagy 3,
és a többi mind 96-97-es, tehát inkább fiatalabb játékosokkal. Úgyhogy azért is mondtam még az elején a beszélgetésnél, hogy ezeket a srácokat meg szeretném tartani. Ez egy 10-11 fő, akivel gondolkodunk, és most az új utánpótlás szakágvezetővel, a Teo Schneiderrel beszéltünk, hogy ő is azt mondja, hogy meg kell tartanom ezt a 10-11-et, és az alulról lévő korosztályból, tehát az U19-ből fölhozni egy 5-6 játékost, hogy meg lesz a keretem, meg lesz egy 16-17 fős keretem, azzal tudok majd edzeni, azzal el tudom kezdeni a felkészülést, és nyilván majd meglátjuk, hogy az első csapat keretéből kit fogok majd tudni visszakapni a bajnoki mérkőzésekre, és ezek a srácok is visszamennek majd az U19-be. Bocsáss meg, erőtött eszembe az, hogy akik jók, akik valóban ügyesebbek az átlagnál, azokat külföldön direkt magasabb korosztályba teszik be, hogy hagy erősülj, hagy tólosodjon, és ez jó tesz a tehetséges gyereknek. De hát itt vagy te erre jó példa. Hát igen. Aki ugye ezt a saját bőrödön annó átélheted, ugye te nem a korosztályban futballoztál. Erre figyelsz oda tudatosan, vagy most ez egy ilyen véletlen, mert nem volt más, most azért játszottak a úgymond a fiatalok? Nem, abszolút figyelek rá, nyilván én is fiatal párti vagyok, de engem különösebben, megmondom őszintén, nem érdekel soha az, hogy fiatal vagy idősebb, tehát aki lerakja a teljesítményt, az fog játszani. De én azt gondolom, hogy akik nagyon tehetségesek, azoknak nyilván följebb kell játszani egy-két korosztállyal, bár most jövőre azért NB3-osok leszünk, és hogyha elmegyünk vidékre bárhova, ott azért egy 17-16-17 éves gyereket nagyon nehéz lesz majd berakni. Tehát ott azért tudjuk, hogy az NB3-ban tavaly ugye bár ott játszottunk egy évvel ezelőtt, ott azért vannak olyanok, hogy akik 35-36 éves rutinosabb védők, akár akik játszottak NB1-be vagy NB2-be, ott szerintem még azért egy kicsit karcsok lesznek a 16-17 éves. De rosszul emlékszem? Te is 16 éves voltam, amikor már felnőtt Barcikába játszottam. Igen. 17 voltam. Na, úgyhogy azért mondom, és be lehetett rakni. Túlélted. Hát lesznek olyan játékosok, persze, tehát, aki jó, lehet, az be kell rakni. Így van, az be kell rakni. De aki jó, az meg is fog felelni végül is, reméljük, nem? Reméljük. Hát itt volt most ugyebár a Tomás Dolnak a Liga Kupa mérkőzése, amikor a Lakatos nevezető úriembert, az egy 99 születésű gyerek, 16 éves gyereket berakott, és nagyon tetszett a Dolnak. Tehát az a negyed óra vagy 20 percet kapott lehetőséget a srác, gólpaszt adott, és nagyon meg volt vele elégedve. Van itt a csapatodban olyan játékos, akire azt lehet, azt szokott majd mondani, hogy igen, ez az én kezem nyomán lett olyan, amilyen? Hát most így nagyon nehéz, mert ugyebár én majdnem egy éve dolgozok ezzel a társasággal, de előtte volt 2-3 játékos, aki velem volt előtte való években is. Igazából ez az utánpótlásnak a dolga, mert nagyon sok edzőn keresztül mentek át a játékosok, de remélem, hogy lesznek olyan játékosok, akik amit majd tovább visznek belőlem valamit, egy kis adagot, amit én nagyon sokszor mondtam nekik. Én nagyon bízok bennük, most a tavasszal nagyon jó teljesítettek. De hát olyan lehet, hogy valaki ugye utánpont jött fel, mit tudom, 4 edzőnél volt, és akkor kezed alá került, és akkor megújult. És akkor emiatt lesz most igen, éppen teszem fel válogatott, és indul az U20-as világbajnokságon, és lehet, pont ezért van ott. Van volt olyan? Volt ilyen, például most is a Haris Attila, aki bemutatkozott az NB1-ben most a hétvégén a Honvéd mérkőzésen, kapott egy fél időt, bár nem úgy szállt be, ahogy én szerettem volna, már tegnap már beszélgettünk is vele egy picit, de ő is érezte. Tehát az a jó, hogy ezek a srácok is belátják, tehát nem mindig arra akarok visszatérni, és arra akarom nekik mondani, hogy ne legyenek elszállva maguktól, hanem mindig próbálják reálisan nézni a saját teljesítményüket, és most jelen pillanatban ez most helyén van, sőt nekünk most az nagyon sokat számított az is tavasszal, hogy vett a Fradi egy katapultrendszert, ami a hátukon van egy chip, és minden egyes futást, mérés, sprinteket mindenben benne van. Tehát mindent fehéren, feketén lehet látni. Tehát, hogyha én, mint edző, nem látom azt a pályán, amit szeretnék, az nekem másnap a hétfőn az erőléti edzőm odaadja, e-mailen is megmutogatja. És ezt kirakjuk személy szerint a játékosoknak is, mindig ott vannak a helyükön, kim van rakva a tablóra is, az öltözőbe, és mindenki szembesíti saját magát, hogy mennyit tudtam hozzátenni, mennyit futottam. Volt olyan játékosom, aki össze például csak 4300 métert futott, vagy 4500-at, most már 9500. És ez motiválja őket egyébként? Hát szerintem kell, hogy motiválja. Történet. Mert régen annó ti időtökben sem volt még ilyen, és mégis futottatok, luhultatok. Igen, de hát most már ugyebár vannak
ezek a rendszerek. Annó nem voltak ilyen rendszerek, amivel mértek minket, vagy most így mérik a játékosokat. Nyilván az első csapat ezzel edz, minden edzésen rajtuk van. Ott is lehet látni, hogy a játékosok milyen állapotban vannak, van, aki fáradtabbak, van, aki kevésbé, van, akinek lehet, hogy egy picivel többet kell, több terhelést kell adni, van, akinek kevesebbet, és ezt mi megkapjuk a bajnoki mérkőzésre. De én azt gondolom, hogy most ez fehéren feketén ott van, mert ugyebár én is azt, mint az elején is beszéltünk, hogy szerintem ez mind fejből indul el. Tehát itt, amit mondtam, hogy ez az ősszel az a srác 4300 métert futott, most 9000-et. Mm. Mitől? Csak innen. Tehát, hogyha még nem megy a játék, akkor is akkor legalább futok, megyek, elkérem labdát, állandóan közlekedek, nem ott sétálok a pályán. És hát ugyebár, amikor olvasgatom ezeket a cikkeket, hogy fiatal játékosok, mikor kimennek külföldre, és azt mondták, hogy sokkal többet kell edzeni, akkor én ott a hülyét kapok. Mm. Tehát itt én nem tudom elképzelni azt, hogy ki mondja meg ennek a játékosnak itt Magyarországon, 17-18 éves gyereknek, hogy ne fussál. Tehát nem hiszem, hogy olyan edző van, vagy nem hiszem, olyan edzőt hallottam volna, hogy ne foglalkozzál magaddal, ott van a konditerem. Nyilván nem tudsz 20 játékos mellett mindig ott állni és bemenni a konditerembe, megfogni a kezét, és gyere, beviszlek, hanem ez kell a játékos is. Kell a játékosnak is az a motiváció, hogy igen, oda akarok kerülni az első csapat keretéhez, akarok NB1-es futballista lenni, akarok válogatott labdarúgó lenni. Tehát ez mindig a játékos is kell hozzá, tehát nem csak az edző. Annó téged mi motivált? Ez belülről, vagy inkább a szülői háttérből jött a motiváció? Nyilván kellett a szülői háttér is, mert azért engem apám nagyon keményen fogott, de kellett az is, hogy igazából volt egy tehetségem, szerencsém is volt, ugyebár... Jó, de ezt te akkor feldolgoztad, azt hiszem fel, mint hogy 15 éves vagy, tehát már akkor már érett. Azt lehet mondani, hogy feldolgoztad akkor? Nem. Tehát én igazából mindig mentem a saját utamon, mindig jöttek a mérkőzéseket, szerettem futballozni, megpróbáltam mindig jól játszani. Még egyszer mondom, nem volt ilyen lehetőségünk, mint most a mai gyerekeknek van. És utána pedig, amit mondtam, hogy volt szerencsém is, ugyebár mikor osztályozott játszottunk a Honvéddal, Kazinc Barcikával, és akkor a Nyírasi Tibi kijött a meccsre, és akkor látott bennem fantáziát, és utána rögtön le is igazolt. Hát az egy jó meccs volt. Igen, jó meccs volt, igen. De akkor csak arra lettem volna kíváncsi, hogy 16 évesen már megfordult a fejből, hogy te NB1-be akarsz futballozni? Mertél ekkora át álmodni, vagy nem? Hát nem. Talán egyszer még a fatalom még mindig nevettek rajtam, hogy néztük a tévét, a válogatott mérkőzéseket, és akkor még ott a futballistákat mutatták közelről kamerára, és elkezdtek rágózni. És akkor én mondtam a faternak, hogy majd meglátod fater, én is ott fogok majd egyszer állni. Tehát én még akkor hülyéskedtünk ilyennel, de nem gondoltam volna, tehát mindig... Nekem tehát nem is, ez volt a motiváció, nem ez nekem is voltak benned. Mindig céljaim. Tehát először, amit te is mondtál, hogy nyilván az IFI-be játszottam, utána már szerettem volna 17-18 évesen oda a Kazinc Barcika NB2-es csapatába játszani, utána ott is elkezdtem folyamatosan játszani, és hát utána mondom, hogy jött ez az ominózus osztályzó, amikor előtte ugyebár ifi válogatott lettem, magyar ifi válogatott, kikerültünk, és itthon volt az Európa-bajnokság Békés Csabán és Gyulán, tehát azon is végigjátszottam az ifi válogatottal, és utána pedig hát a Nyíl észrevett és leigazoltak a Fradiba. Sajnos időnk nagyon szalad, 20-as világbajnokság lesz, ugye hamarosan. Ugye Magyarország, ugye Nigéria, Brazília és Észak-Korea mellé került, és már csak azért is érdekes, mert ugye több fradi játékosod is játszik a válogatottban. Mit vársz tőlük? Mit vársz a válogatottól? Hát én nagyon remélem, hogy jól fognak szerepelni, bár nagyon nehézek az ellenfelek. Ugyebár négy játékoson ment ki, az egyik az pedig biztonsági tartalék, tehát kiutazott velük, de nincs még benne a keretbe, tehát hogyha bármelyik sérülés lesz, akkor talán de három a keretbe, akkor de három ott lesz. Én nagyon várom, és úgy engedtem el őket, és úgy mondtam nekik, hogy mikor mentek, hogy csak a saját feladatukra koncentráljanak mindig 100%-ra, amit az edző mond, azt maximálisan be kell tartani, és nyilván hát ez egy csapatmunka lesz, tehát egy csapat összességében nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozni a válogatott ezen a csoportmérkőzéseken. Nyilván tudjuk, hogy új edző van, hogy elég lett-e neki az idő, ez a 1-2 vagy 3 hónap, hogy fölkészítse a magyar válogatott. Természetesen szurkolunk és föl fogunk kelni hajnalba, és megnézzük a mérkőzést. Hát igen, mert ugye az első mérkőzésre ugye június 1-én, így van, és a reggel 6 órakor Észak-Korea ellen. Nézzük, tehát felhúzzuk az órát, és biztos, hogy föl fogok kelni, és megnézem a srácokat. Tovább jutunk csoportba? Reménykedek. Hát amit mondtam az előbb is, hogy azért Nigéria, Brazília azért nagyon erős, de meglátjuk. Tehát bármi lehet a futballban. De hát Észak-Korea is.
Hát ők is ott vannak, azért mondom, hogy bizakodóak vagyunk, úgyhogy sajnos az ellenfeleket nem láttam játszani, de mondom, még egyszer bizakodóak vagyunk, és hát szurkolunk, és reméljük a legjobbakat. Neked is, Péter, és akkor zárásként egy év, két év? Lehet, hogy három lesz belőle, de nagyon szeretnék nyilván a Ferencváros kispadján ülni. De nem vagy ideges most. Ja, nem kapkodsz, abszolút, időben abszolút, belefér, is, fiatal abszolút, vagy még úgy, hogy... Abszolút, tehát nem vagyok kapkodó típus, úgyhogy nyugodt vagyok. Mondom, szeretem csinálni, amit csinálok, és az a legfontosabb, hogy alázattal és becsületesen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.